Rég volt már a 690-nel videó, de igazából nem is nagyon csináltam vele semmit, csak használgatom, élvezem, néha kint vagyok vele terepen, néha a városban rohangálok vele. Egy nagyon élvezetes, nagyon jó allrounder motor, vagy picit magyarosabban mondva, bár ez se túl magyar szó, eléggé univerzális, a nagy erejével és az alacsony fogyasztásával, könnyű súlyával mindenhol kiválóan megállja alattam a helyét. Viszont most már ideje egy kicsit upgrade-elni, úgyhogy van hozzá pár kiegészítőm, amiket fel fogok rá szerelni, ugyanis nemrégiben láthattatok tőlem egy tereprali videót, és rájöttem, hogy igazából nekem is van egy motorom, ami alkalmas lenne erre a hobbira, úgyhogy egy kis fejlesztéssel, egy pár kiegészítő hozzáadásával rápróbálok én is erre a kategóriára. Tudjátok, hogy megy ez, ezek a projektek pénzbe kerülnek, ezek az alkatrészek nem feltétlenül olcsóak, főleg, hogyha minőségiek, így hát kapok a lehetőségem, hogyha valaki felajánlja, hogy segít nekem benne, és múltkor is tök jó fejek és elfogadóak voltatok ezzel kapcsolatban, így hát bátorkodtam elfogadni még egy reklámot, így a mai videó fő támogatója a Raid Shadow Legends. Tudom, hogy sokatoknak hasonló ízlése van, mint nekem, és a motorozás mellett szeretitek, hogyha egy mobilos játéknak kurva jó grafikája. A Raid Shadow Legends egy nagyon feelinges fantasy játék, amiben több mint 15 frakció közül választhatod ki a harcosaidat. Vannak lovagok, élőhalottak, elfek, barbárok, valkürök és rengeteg egyéb faj gyönyörűen kidolgozva. Az én kedvencem jelenleg a lovagrend, mert nagyon menni a köpenye, és nem tudom kitalálni, mi lehet az a labdaszerű cucc a szarvai között. Nektek esetleg van ötletetek? Ami a legjobb, hogy a játék cross-platform, tehát PC-n és mobilon is tudsz játszani a barátaiddal, vagy akár velem is megmérkőzhetsz, Vattás néven meg is találsz. Váltsunk is be néhány ilyen kristályt, mert szükségem van egy pár új karakterre. Kaptam egy Raidert, őt valószínűleg be fogom áldozni, hogy fejlesztem a többi karakteremet. Ez a Trifeller, ez marha jól néz ki, lehet, hogy ezt megtartom. Honor Guard, ennek meg csak simán marha jók a statisztikái. Ezt a két új karaktert szerintem rögtön hasznosra is fogom egy turnamentben, ahol az egész Raid közösséggel válvetve küzdhetek meg a bosszok ellen hatalmas jutalmakért. A képernyő jobb felső sarkában találod az extra jutalmakat és bónuszokat a következő napra. Ha most regisztrálsz a leírásban található linkről, kapsz 100 000 ezüstöt, 10 rejtélyes szilánkot és egy harcost, akivel elég könnyű dolgod lesz legyőzni bármilyen ocsmányságot, legyenek azok óriáspókok, gyékemberek vagy akár egy sárkány. Amúgy megköszönöm, hogy ilyen elfogadóak vagytok a reklámokkal kapcsolatban, rengeteget segítesz nekem a csatorna fenntartásában. Na, fejezzük be a henyélést és térjünk vissza a szereléshez. Gumik úton vannak, egy Mitas C02-es lesz hátúra, előre pedig már van gumim, egy használt Pirelli MT21 kerül majd fel, ami még elég jó állapotban van. És hát akkor haladjunk hátúra előre, van itt egy ovális titán Akrapovics, használtam, vásároltam relatíve olcsón, ez kerül majd fel a kínai dob helyére, illetve van egy ilyen tail-tidy, vagy egy ilyen faridom rendbe rakó készlet, nagyon puritán módon fordítva. Ez egy ilyen fém vagy lemezből hajlított ilyen farokidom, ahova fel lehet rakni a rendszámot, oldalra az indexeket, és helyettesíti ezt a gyári műanyag valamit, amin egyébként a rendszámtartóm is már konkrétan ketté van repedve. Elég szar állapotban van, és itt rezonál nekem folyamatosan. A gyári lábtartók teljesen jó állapotban vannak, azon kívül, hogy picit rozsdás, meg itt-ott meg van egy kicsit nyomva, itt valamit elütöttek vele valószínűleg, de érkezett egy ilyen széles ralli kilépő. Nézzétek meg, hogy mennyivel nagyobb, mennyivel szélesebb, mennyivel kényelmesebben fogok rajta állni, és végre nem a talpamnak csak a belső élével kapaszkodok a lábtartóba, hanem valószínűleg teljes talpal rá fogok tudni állni. Talán a legnagyobb upgrade, ami nem is biztos, hogy helyt fog állni ebben a műfajban, az a Safari tank lesz, ez egy 16 literes első tank, ami oda megy fel az oldalsó narancssárga idom helyére, hát egészen fölül csatlakozik majd az ülés fölött, és ezzel együtt azt hiszem 28 literes lesz az üzemanyag kapacitása a motornak, ami egy ilyen átlag 4-5 literes fogyasztással bőven több mint 600 km tud elmenni tankolás nélkül. Felkerül még mindjárt két darab ProGrip ilyen szivacsos markolat, ez egyrészt sárban és sáros kesztyűvel is elég jól tapad, másrészt pedig a rezgést hivatott csillapítani. Kerül még két ilyen alumerevítős KTM kézvédő, mert jelen pillanatban nincs rajta, ugye át lett rakva a derbire. És talán a legnagyobb dolog, amit a Cross Country Adventures tulajdonosától kaptam, csekkoljátok le az Instagramját mindenképpen, meg Facebookon is kövessétek be, ez egy Rebel X Rally navigáció tartó. Ez a Garminomhoz való, ez a roadbookhoz, vagy itiner tartóhoz lesz, ami egyelőre nekem még nincsen, úgyhogy ezt nem valószínű, hogy felszerelem. És ez az egész cucc ide jön majd a kormányra, így a műszerfal fölé, és úgy nézem, hogy még a szélvédőt se kell majd levennem, bár lehet, hogy a komolyabb terepmotorozáshoz azért majd nem árt. És akkor itt a navigáció végre nem a kormányra kerül és kitakarja a műszerfalat, hanem pont a műszerfal fölött kap helyet a Garmin. Egyébként nem rossz ez a plexi, mert a mellkasomról egész jól leveszi a szélterhelést. Meg egy hosszabb út után azért látszik, hogy csak a vállam, a két karom, meg a sisakom bogaras. Középen a nyakamtól lefelé igazából nem érnek se a bogarak, se a szél különösebb.
évben, úgyhogy szeretném fent hagyni, hogyha lehetséges. 6.90-et, amikor egyébként vettem, akkor 2 darab ülést kaptam hozzá. Először is ezt a gyárit, illetve volt még mellé egy ilyen Touratech ülés, amit mindjárt fel is dobok egy pillanat. És azért látható, hogy jóval magasabb, kényelmesebb is, mint a gyári, nem feltétlenül puhább, de sokkal szélesebb az ülőfelület. Nekem egyébként valamivel jobban is tetszik, meg hát egy elég drága ülésről beszélünk. Az ok, amiért nem használtam, hogy ezt úgy kaptam a motorhoz, hogy az eleje az végig van repedve. Itt látszik, hogy hiányzik belőle egy darab is, és valakit megpróbálta megkókányolni epoxival, és így nem szerettem volna tovább rontani a helyzetet, mert féltem, hogy még jobban eltörik, úgyhogy most mindjárt megpróbáljuk üvegszállal újraépíteni az ülésnek az alját. Ebben ezt a vitási módot az én raktam az internetre. Megpróbáljuk. Oké, a következő a helyzet, megszáradt az üvegszál és az epoxinek a keveréke. Sikerült egész jól kipótolni itt, ahol nem voltak meg a darabjai, és nagyon el volt repedve. Egy-két műanyag darabot még találtunk, ezt majd le kell vágnom mindjárt, hogy normálisan illeszkedjen majd minden. És most a lényeg az, hogy ezeket a szúrós széleket le fogom csiszolni, le fogom vágni. Pár helyen buborékos lett a ragasztás az üvegszál alatt, ugye ez egy eléggé rigid anyag, nem tudott úgy rásimulni mindenhol az ülésre, ahogy én azt szerettem volna. Úgyhogy ezeket a részeket itt ki fogom fúrni, és fel kell majd tölteni külön epoxival, hogy még jobban biztosan 100%-osan alákössön és tartson. Ehhez egy Dremelt használok, különféle fejekkel, illetve nagyon fontos, hogy amikor üvegszálat csiszolunk, vagy vágunk, vagy fúrunk, akkor szájmaszk, védőkesztyű, az sem baj, hogyha van egy kis sűrített levegő is, illetve védőszemüveg viselete nagyon ajánlott. Védőszemüveg már rajtam van. Egyrészt ugye elég nehéz felköhögni ezt az üvegszáltartalmú epoxiport, meg utána a szemedből sem kellemes kitörölni, de a legjobb ilyenkor, hogyha teljes védőfelszerelést használsz hosszújú ruhában és ilyen gázmaszk-szerű arcvédelemmel. Itt most hál' Istennek fúj a szél, úgyhogy megkockáztatom, hogy nem kapok tőle semmilyen bőrirritációt, meg sűrűn használom majd a sűrített levegőt is. Kezdjünk neki! Véleményem szerint ez a gyémánt csiszolós fej elég alkalmas lesz arra, hogy lyukokat fúrjak a buborékokba. Oké, a következő feladat pedig, nézzétek, itt van a bélés. Ez nem is zselé, rosszul mondtam, hanem ilyen érdekes, ilyen hálós szerkezetű szivacs. Szóval a következő lépés az, hogy vissza kellene húzni ezt a üléshúzatot a műanyagra, vissza kellene kapcsolni. Valószínűleg itt történt egy kis szakadás, erre viszont professzionális segítséget kérek. El fogom menni egy szabóhoz, aki foglalkozott már ülésekkel, úgyhogy amíg ez ott van, foglalkozzunk tovább a 690-nel. Na, de akkor kezdjünk is hozzá, szerintem előről kezdjük a motort. Kormány felől, méghozzá a markolatokkal, hogyha már a kézvédő le van véve. Mutatok egy praktikát, hogy hogy kell olyan markolatot leszedni, ami nincsen ráragasztva. Bocsi, egy kicsit a kameraszöget, hónaljamból fogom éppen a kamerát. Sűrített levegő, ide befújjuk a tövébe. És szépen lecsúszik magától a markolat. Ez felrakásnál is ugyanígy működik, de mindjárt mutatok egy másik praktikát is. Hogyha azt szeretnéd, hogy tuti ne forogjon el, főleg ez a szivacsos markolat, mivel ennek nincsen gumi belseje, ajánlom a hajlakot. Általában minden háztartásban meg lehet ezt találni. Picit fújunk ide a markolatra, és akkor ez még ilyen fújós állapotában még nincsen megkötve, de a későbbiekben pedig majd megköt, és egy ilyen relatíve könnyen oldható ragasztóként egész jól fog szuperálni nekünk. Miután jó nehezen felszenvedtem a markolatokat, ez valószínűleg, hogyha elkopik, majd csak levágni fogom. Föl is raktam a jobb oldali kézvédőt, most a bal oldali következik, azt pedig megmutatom nektek, hogy készül. Elég
elég jó referencia, hogy a kuplunkkar ez pontosan egy magasságban legyen az alubetétes részével a kézvédőnek. A fékkar ugyanígy, ez egy picit följebb, majd lejjebb állítjuk. És akkor, hogyha jó a szög, akkor elkezdem szépen összehúzni. Kipróbáljuk, hogy beválik-e, és hogyha tetszik, akkor egy-két csepp menetrögzítővel ide rá tudom ragasztani a csavarokat, és akkor nem fog a rezonancia miatt elmozogni. Bár ezeknek a 690-eseknek már egészen minimális a rezonanciája. A régebbi 640-esekhez képest az rendesen villamos szék volt, úgy rázott. Ez pedig már egy ilyen egészen modern, kifinomult vagy kisimult motornak mondhatnám. Az AliExpress-es fekete Elox kormány magasító megfogta a nap, és elkezdett aranyszínűvé válni. Semmi probléma, funkcióját ugyanúgy betölti, igazából csak itt az élei aranyszínűek lettek, de hát szarom le, azért van, hogy működjön, nem azért, hogy jól nézzen ki. Amikor kormánymagasítót rak fel az ember, akkor nagyon vigyázni kell arra, hogy egyrészt a fékcsövek, illetve a gázbovdenek és az egyéb vezetékek, egyéb csövek mindenképpen elég hosszúak legyenek, és ne az legyen, hogyha megpróbálod teljesen elfordítani a kormányt koppanásig, akkor valami szorul. Nekem itt a gázbovden, az ahogy látszik, éppen hogy kiadja, sőt, még talán kijebb is tudnám tekerni ezeket a kormánygátlókat, de most egyelőre nem bántom, ez majd a finom hangolás része lesz. És akkor most jön a bonyolultabb rész, megpróbáljuk levenni a faridomot. Elnézést kérek, hogyha szembe süt a nap, majd mindjárt megpróbálom eltakarni nektek. Elméletileg, aha, már ő is kezdett lejönni. Ha, nagyon szuper. Hoppá, leesett az egész. Meg a csavarok is leestek francba. Úgy néz ki, mint egy rossz baleset. Visszatettem közben a tanksapkát, hogy ne hújjon bele a kosz. Ennek a faridomnak valahogy így kellene lennie. Hiányoznak innen a távtartók. Mutatom mindjárt az eredetit. Megvan még az előző, ez el van törve. És akkor itt van két távtartó is beépítve mindkét oldalról, ami abban az anyában végződik, és oda lehet ugye becsavarni a kapaszkodót. Úgyhogy szerintem fel fogom használni ezt a töröttet arra, hogy kipótoljam vele a fémet. Erről itt le fogom vágni ezt a két nyúlványt, és akkor ezt fel fogom tudni használni. Azért flexel vágom le, mert egész egyszerűen nincs más, amivel le tudom. Normál esetben azért nem ehhez kéne folyam. Megigazítok rajta mindjárt, hogyha felpróbáltuk, nem akartam túl sokat vágni belőle, nehogy aztán elbasszam és nem maradjon semmi. Hát szépnek semmiképpen nem nevezném, de úgy látszik, hogy működik az ötletem, és egyelőre passzol ez a fém faridom. Mindjárt elkezdem összerakni, és akkor valóban meglátjuk, hogy sikerült-e. Majdnem teljesen kész van a túratekülés. Tamás barátom nagyapja gyönyörűen megfoltozta a húzatot. Elő beletoldott egy kis műbőrt, vagy nem tudom pontosan mit, és felragasztotta a oldalt, mert a tűzőgép nem vitte át se ezt a kemény műanyagot, se pedig az üvegszálat. Igazából mielőtt használnám, már csak egyetlen dolgom van, kitölteni ezeket a furatokat gyantával, így eltűnnek a buborékok, és így még jobban megerősíti a ragasztásunkat. Na srácok, itt be kell fejeznem ezt az első részét ennek a 690 átépítős videónak, ugyanis egyrészt tegnap este nem csak hogy besötétedett, de még rám is szakadt az ég, úgyhogy az utolsó pillanatokat, amikor összeraktam a hátulját, már nem vettem fel, meg fel kellett dobnom futóra, mert Veszprém mellett holnap délelőtt kezdődik az újabb rallisuli, ahova úgy döntöttem, hogy saját motorral jövök most ezúttal. Egyébként mutatom, ilyen lett a rendszámtartóvas. Probléma az vele, hogy nehéz a hátulja tőle, tehát sokkal nehezebb, mint az a műanyag tartóidom. Láthatjátok, hogy furcsán is áll itt a faridom. Most így nem nagyon látszódik, de menet közben a súly miatt egy kicsit rázkódik, mert ez a vas, ez csak két ponton rögzíti magát ide ezzel a csavarral, és az előző műanyag konzol, az pedig egészen idáig végigért, így atomstabilan állt, úgyhogy előfordulhat, hogy visszarakom a régi konzolt, de nem biztos még. Ja, meg hát gyönyörűen megcsinálták nekem ugye a túratekülést, ahogy azt mutattam, nagyon szépen passzol rá, nagyon jó kiállása lett így szerintem a motornak, nagyon kényelmes rajta ülni, és nagyon jó a testtartás is velem, mert egy picit nagyobb a távolság a láptartó és az ülés között, ami nekem nagyon ideális. Most éppen a Cross Country Adventures műhelyébe tartok, ahol le fogom cserélni a hátsó és az első gumit, úgyhogy a következő videót azt ezzel kezdjük, majd remélhetőleg a második részben feldobjuk a túratankot is, meg az Akrapovics kipufogót is. Aztán megkapja végre a széles láptartókat, illetve eldöntöm, hogy mi lesz a hátuljával, úgyhogy iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok rá. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Sziasztok!